A göröngyös úton átélt tapasztalatok. Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és örülök, ha együtt vagyunk, ha együtt tanulunk, kutatjuk Isten szent szavát. Ennek az órának azt a címet adtam, a göröngyös úton átélt tapasztalatok. Milyen akadályokkal találkoztak elődeink? Milyen tapasztalataik voltak az Úrral, amikor elhatározták, hogy Jézus Krisztus követik? Hiszen a mi példaképünk, maga az Úr Jézus Krisztus útja is göröngyökkel volt teli. A királyok könyvének 22. részében olvashatunk arról, amikor Akháb Izrael királya megkérdezi Josafátot, hogy elmegye vele a harcban Rámot Gileád ellen. Josafát nem felel rögtön, hogy igen vagy nem, hanem arra kéri a királyt, hogy kérdezősködjön még az Úr beszéde után. Akháb szinte minden profétáját megkérdezi, közel 400-at, és mindegyik együntetően mondja, menj fel, mert az Úr kezébe adja azt a királynak. Érdekes módon a 7. versben Josafát mégis megkérdezi, nincs itt már több profétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk? Nem volt elég az a közel 400 proféta? Nem bízott bennük? És mit mond Akháb? Még van egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat. Mikeás? De én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendől nékem jót, hanem mindig csak rosszat. Ezután Akháb király ráparancsol a profétára, igaznál egyebet nem mondj nékem az Úr nevében. És mit válaszol neki erre Mikeás proféta? Látám az egész Izrael szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek nincs pásztoruk. És mondta az Úr, nincs ezeknek uruk? Térjen vissza kiki az ő házában, békességben. Részemre meglepő, hogy milyen vak tud lenni az az ember, aki Izrael vezetője, ha ellenáll az isteni vezetésnek. Mit mond most Josafátnak? Nem, de megmondottam én néked, hogy soha nékem jót nem jövendől, hanem csak rosszat? És ekkor a proféta rávilágít a valóságra. Az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te profétáidnak szájába, és az Úr szólott beszedelmes dolgot ellened. És a sok proféta közül egy, arcú csapván mondta, eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke, hogy csak néked szólana? És mit rendel Akháb király felőle? Fogjad Mikást és vidd a város fejedelméhez, és mondjad, ezt mondja a király, vessétek ezt a tömlőzbe, és tápláljátok őt a nyomorúságnak kenyerével és a nyomorúságnak vizével, míg békességgel megjövök. És ugye tudjuk, megtörtént, amit Mikás proféta által jövendőlt az Úr, ő soha nem jött vissza, meghalt a harcban. Mit kapott Mikás ezért? Arcújcsapást, börtönt, nyomorúság kenyerét és vizét. A 400 proféta ellen mert szólni. Ez volt a baj. Igen, ha nézzük Mikeás könyvét, a Bibliában nem hiába írta meg ő. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, és akik ágyas házukban gonoszságot cselekesznek, és végrehajtják azt, mihelyest megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Tehát visszaélnek hatalmukkal sok ember, akkor is, és ma is. És ő ezt megtapasztalta Akháb király által, de Akhábot is utolérte a jaj. Mosolyára az órára készültem, mi minden este a 8. kötetet olvassuk folyamatosan, és ezen az estén ezt olvastuk. Imádkozom minden sorát, mikor írom az óráimnak, és hiszem, hogy ez is a Szentlélek vezetése által van. Intő szó cím alatt az orvostan hallgatóknak adott tanácsok következnek, keveset idézünk belőlük. Akadnak fiatalok, akiket arra bíztattak, hogy orvosnak tanuljanak, holott a leghatározottabban arra kellene felkészülniük, hogy hirdessék a harmadik angyal üzenetét. Kapcsolják munkájukat szorosabban Isten igéjének tanulmányozásához. Az egészségügyi terület úgy része az evangéliumi munkának, amint a kéz a testnek. Jussanak el a pontra, ahol a rokonszenvüket és együttműködésüket követelő ügyek közül csak azokkal készek foglalkozni,
melyeket Istentől kapott értelmük jóváhagy, melyekkel Szentlélek által ellenőrzött lelki ismeretük egyetért. Ne tanítsátok arra, hogy az egészségügyi hittérítés bárki fiához köti őt, aki előírja neki, mit kell tennie. Maradjanak szabadok, hogy Istentől kérhessenek tanácsot. Ne feledjük, hogy egyénenként a mennyei mindenség szeme előtt dolgozunk. Tehát átgondolhatjuk Mikás proféta esetét. Ő azt tette, amit saját értelme és a Szentlélek által ellenőrzött lelkiismerete jóvá hagyott. És mit kapott érte? Börtönt. Vajon csak Akháb idejében voltak, akik visszaéltek a hatalmukkal? Ha most nem is küldik az ember börtönbe. Lépjünk tovább. Régebben tanultuk, hogy milyen terv volt a zsidó nép ellen készítve Eszter idejében. Mivel Márdekaus nem hajtott térdet Hámán, Ahasvéros király fejedelme előtt, ezért haragjában rávette a királyt, hogy nem csak Márdekaust, hanem az egész zsidó népet üljék meg. Mi volt Márdekaus szívében? Hogy csak a Jóisten előtt szabad engedelmes szívvel térdet hajtani. És tudjuk, hogy az Úr csodálatosan megszabadította őket. Nekünk is elvből kell szolgálnunk a mennyei atyánkat. Ellen God White által írva van, nem egy helyen, ne legyünk mások árnyékai. Egyéni hitünk kell legyen. Isten elvárja, hogy szilárd, elfű gyermekeinként szolgáljunk néki. Milyen próbái voltak Jeremiás profitának Sedékiás király idejében? Mit mondott a népnek? Jeremiás profita? Ezt mondja az Úr, aki megmarad a városban, meghal fegyver, éhség, dökhalál miatt, aki pedig kimegy a káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz néki. És a fejedelmek ezért kérik a királyt, hogy ölettesse meg, mert megerőtleníti a vitézlek kezeit és az egész nép kezeit. Sedékiás király nem öleti meg, hanem kezeikbe adja, és azok pedig lebocsájták Jeremiást köteleken egy veremben, amiben sár volt, és abba esik bele a profita. Majd később kihúzzák onnan, a tömlözbe vetik. Megvereték őt, és vették a fogházba. De látjuk, hogy Isten hűsége gyermekei ellen mindig voltak harcoló emberek. Nekem nagyon szép a Bibliában és bizonyos értékben leírt Dániel profétának a története, az elfűsége. Hogyan viszonyultak hozzá az ő munkatársai, a tisztartók, az igazgatók? Az van írva, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő Istenének törvényében. Kieszeltek egy tervet, és remélték, hogy általa a profétát elpusztítják. Elhatározták, hogy aláíratnak a királlyal egy általuk megfogalmazott rendeletet, amely megtiltja, hogy bárki a birodalomban, a Dárius királyon kívül bármit kérjen 30 napig bárkitől, Istentől vagy embertől. Ha pedig valaki áthágja ezt, a rendeletet, büntetésül az oroszlánok vermébe vetik. A proféták és királyban ez van írva, hiúságánál fogták meg a királyt, és az nem vette észre a rendeletben megmutatkozó rossz indulatot, és engedve a hízelgésnek aláírta. Milyennek ismerték Dánielt az ő munkatársai, az igazgatók, a tisztartók? A proféta ellenségei Dániel szilárd elfűségére építve számítottak tervük sikerére. Nem is tévedtek Dániel jelleme megítélésében. Dániel rögtön felismerte, hogy milyen gonosz szándék húzódik a rendelet mögött, de semmilyen vonatkozásban nem változtatta meg életmódját. Miért is hagyná abba az imát éppen most, amikor a legnagyobb szüksége van rá? Inkább életét adja fel, mint sem az isteni segítségébe vetett reménységét. Nyugodtan ellátta a tisztartók irányításával járó feladatait, az imádkozás órájában pedig szobájában ment, és szokása szerint Jeruzsálem felé kitárt ablakkal elmondta könyörgését a menny istenének. Nem próbálta eltitkolni tettét. Jó lehet, teljesen tudatában volt Istenhez való hűsége következményének, de nem ingadozott. Azok előtt, akik elvesztését forralták, még a látszatát is kerülte annak, hogy a mennyel való kapcsolata megszakadt.
Dániel engedelmeskedett mindig, amikor a királynak joga volt parancsolni. De sem a király, sem rendelete nem téríthette el a királyok királya iránti hűségétől. Ugye gyermekkoromtól kezdve úgy tanultuk, hogy nekünk minden földi parancsnak szívvel, lélekkel engedelmeskedni kell, míg Isten parancsával nem ütközik. Tehát ezt tette Dániel is. Amíg joga volt a királynak parancsolni, ő abban mindig hűségesen engedelmeskedett. De milyen lelkületűek voltak a tisztartók? Egy álló napig figyelték Dánielt. Háromszor látták bemenni szobájába, és hallgatták buzgó könyörgését. Majd diatalittasan közölték Dárius királlyal, hogy milyen magatartást tanúsított a legmegbízhatóbb tanácsadója. Tudjuk, hogy a féltékeny tisztartók elérték céljukat, és Dánielt bevetették az oroszlánok vermébe. Ilyenkor nekem sokszor felteszik a kérdést, ha Dániel ennyire szerette Istenét, akkor az Isten miért engedte rá ezt a próbát? Azt olvassuk. Isten nem akadályozta meg Dániel ellenségeit abban, hogy a prófétát az oroszlánok vermébe dobják, mivel ő látta előre, hogy hű gyermeke által meg lesz dicsőítve. De hogyan élte ezt meg Dárius király, a nagy világi uralkodó? Eltávozik a királyző palotájába, és étlen tölti az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozott eléje, kerülte őt az álom. És mit tett hajnalban? Felkelt, és még szűkületkör, és sietve az oroszlánok verméhez méne, és kiállta. Dániel, az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudod téged szabadítani az oroszlánoktól? És tudjuk, hogyan felel Dániel? Az én Istenem elbocsájta az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak néken. Csoda volt, hatalmas csoda. És mit tett ekkor a király? Egy másik kiáltványt iratott, és ez van rajta. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét, mert ő az élő Isten, az örökké való, aki megment és aki megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik, menjen és földön. A proféták és királyokban nagyon bátorító a következő írás. Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyermekeinek a próbában és a fájdalomban pontosan úgy kell viselkedniük, mint amikor a jövő ragyogó kilátásokat kecsegtet. Dániel az oroszlánok vermében ugyanaz volt, mint aki első miniszterként és a magasságos Isten profétájaként állt a király előtt. A hit felfogja a láthatatlant, és megragadja az örökké valóságokat. A menny nagyon közel van azokhoz, akik szenvednek az igazságért. Szenved szentei személyében, és aki választott gyermekeit bántja, őt sérti meg. Én nagyon elgondolkoztam ezen a történeten. A világi nagy uralkodót mennyire bántotta a lelkismerete, nem aludt semmit. Miért? Az van írva, későn láttam meg, hogy nem a király dicsőség és a méltóság érdekében való buzgolkodásból, hanem a Dániellel szembeni féltékenységből született meg a javaslat a királyi rendeletre. Egy kicsit gondoljunk vissza az előbbi történetre. Akháb király Izrael vezetője volt, nem a babiloniai. Olvasunk arról, hogy Akháb királyt bántotta a lelkiismeret, hogy hogyan bánt Mikeás prófétával? Hogy hűséges prófétát börtönbe vetették? De Dárius királyt bántotta a lelkiismeret. A mi hatalmas és nagyon szerető, drága Jézusunkról mit jövendő Ézsaiás proféta? Utált, emberektől elhagyott, ostoroztatik, megsebesítetett bűneinkért, kínosztatott, pedig alázatos volt, gonoszok mellé jutott kínos halál után. Hogyan teljesedett be mindez? Jászolban a jószágok mellett született. Meg akarák ölni. Fogják meg őt. Tudták azonban a papok és írástudók, hogy amíg Lázár él, nem lehetnek biztosak a dolgukban. Annak az embernek a puszta létezése, aki 4 napig a sírban volt, és aki Jézus szavára támadt fel, előbb vagy utóbb reakciót vált ki. A nép megbosszulná vezetőin egy olyan személy életének kioltását, aki ilyen csodát tudott művelni.
Ezért a magas tanács elhatározta, hogy Lázárnak is meg kell halnia. Ide vezette rabjait az irigység és az előítélet. Gondoljuk át, hogyan szenvedett Jézus a Getsemáni kertben, vércseppeket izzadt, egyedül. Bár tanítványait kivitte magával, de mikor visszament hozzájuk, alulva találta őket. Ezt meg is írja előre Izsaiás proféta, hogy egyedül taposta a sajtót, a népek közül senki nem volt vele. Miért vállalta mindezt Jézus? Mi érettünk? Nekem nagyon mélyen elgondolkoztató, hogy a dicső mennyei otthont, az angyalok társaságát, az atya királyságát, a királyi szék mellett való helyét, mindent ott hagyott, mi érettünk. És nagyon szépen írja a Jézus életében, elfogadja a vérrel való megkeresztelését, hogy általa az elkárhoztatásra szánt milliók örök életet nyerhessenek. Elhagyta mennyei otthonát, ahol csak tisztaság, boldogság, dicsőség honol, hogy megmentsen egy elveszett juhot, a bűn által elesett élet világot. Ilyenkor mindig feljön bennem a kérdés, mi mit hagyunk el Krisztusért? Folytassam tovább, önmagunkért, hogy ne az örök kárhozat, hanem egy örök élet a dicső mennyei otthonban legyen a részünk. Isten együtt szenvedett fiával. Ha a halandók láthatták volna az angyalok seregének megdöbbenését, mikor néma fájdalommal figyelték, hogy az atya világossága, szeretete és dicsősége sugarait miként különíti el szeretett fiától, akkor jobban megértenék, hogy Isten szemében milyen ellenszenves és gyűlölt a bűn. Jézus átélte a gúnyt, a megvetést, a gyalázatot, a kereszt alát. Mire biztat bennünket? Máté evangéliumában. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és hábogatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek, s örvendezetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak. Tehát félnünk kell, vagy szégyelnünk kell a hitünket? Vagy örülni kell, ha észreveszik, hogy igen, mi Isten gyermekei vagyunk? Lépjünk tovább. Mit mond Pál apostol önmagáról? Csak pár idézetet fogok mondani. Tövis adatot nékem a testemben, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem. Mit mond? Gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben. Korintusiaknak írja, megostoroztak, megköveztek, hajótörés szenvedtem, beszedelemben pusztában, beszedelemben hamis atyafiak között. Úgy látszik, nem csak Mikiás idejében voltak hamis atyafiak, és hasonló emberek, mint Akáb. Másik helyen örömmel mondja, hogy nékem adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztust. Filippi beliaknak írja, a testben van, akinek van miért bizakodnia, én vagyok, én bizakodhatok bármiben, de mindazokat a Krisztusért kárnak, szemétnek ítélem. És mi volt a vágya? Találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal. Ezért tanácsolt a Timóteusnak is, hirdesd az igét, és nem mást. Szenvedj, és az evangelista munkáját végezd. Hogyan beszél még önmagáról? Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Példagyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre. Vagy a korintusiaknak írja, mert én vagyok a legkisebb az atyafiak között, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az én hozzám való kegyelme nem lőn hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Volt tapasztalata, volt próbája, és volt öröme az Úrban? Igen. Milyen tapasztalaton ment át Péter apostol, amikor megláncolva volt a börtönben, és ki volt tűzve az idő, hogy másnap reggel kivégzik. Apostolok történetében ez van írva. Egy sziklába vagy cellába volt bebörtönözve, melynek ajtóit erősen bezárták és eltorlaszolták. De mi tudunk, hogy kivégzés előtt való éjszakán ez az ajtó megnyílt, a mennyből lejött angyal előtt, és kiszabadította őt. Jézus 2000 évvel ezelőtt meghalt értünk. És van-e nekünk is feladatunk? Ezek komoly kérdések.
Ő ma is mindenkit hív. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok. Mit tanácsol? Kövess engem. Hogyan? Azt mondja a Lukácsnál, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Lehet másképp is követni Jézust? Azt mondja ugyancsak Lukácsnál a 14. részben. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jöjj, nem lehet az én tanítványom. Azt mondja az Ószövetségben egy helyen, hogy magatokat csaljátok meg. Mikor? Mikor kereszt nélkül azt mondjuk, hogy Jézus követői vagyunk. Sok beteg sokszor abban kezdi is a panaszait, vagy közben mondja, hogy ő is hívő ember, ő is Istennek él, jár a gyülekezetben. És amikor már van, aki ezt többször is elmondja, akkor meg szoktam kérdezni, hogy miből tért meg? Mert Jézus, mikor a földön járt, azt mondta, hogy térjetek meg. Keresztelő János azt mondta, térjetek meg. Hogyan érti azt, hogy Krisztust követi? Hiszen Jézus maga, a János Evangélium 15 részében mondja, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Megvannak a feltételek, hogy mikor lehetünk Jézus barátai? Mit jelent Jézus követni? Jézus felvette értünk a keresztet. Vajon mi kereszt nélkül gondoljuk, hogy követhessük őt? Ő példát mutatott nekünk abban is, mikor azt mondja János evangéliumában, mert azért szállottam a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Tehát, ha Jézus nem tért el Isten akaratától, vajon mi eltérhetünk? Hiszen tudjuk már a Zsoltárról maga is így jövendőlt róla, imé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. De ahhoz, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, hogy mi engedelmes gyermekei legyünk, ahhoz is ő adja nekünk a segítséget, ha kérjük, hiszen magunktól semmi jót nem tudunk tenni. Mit kér Salamon imájában a templom szenteléskor? Az Úr Isten legyen velünk, hajtsa magához a mi szívünket. Hogyan imádkozik Illés a Kármel-hegyén? Hallgass meg engem, Uram, te fordítod vissza az ő szíveket. Hogyan mutatja be Péter apostol az ember tehetetlenségét? Ezt mondja a főpapoknak. Ezt az Isten fejedelemné és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Hit által kapjuk meg Isten kegyelmét, de nem a hit az üdvözítőnk. A hit nem érdem, hanem kéz, amellyel megragadjuk Krisztust, átvesszük érdemeit, mint orvosságot a bűnre. A bűnt megbánni sem tudjuk Isten lelkének segítsége nélkül. A bűnbánat épp úgy Krisztustól jön, mint a megbocsájtás. Ekkor Isten törvénye beíródik az elméjébe az embernek, és a szívbe, és elmondhatjuk Krisztussal együtt, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed kedvelem közepette van. Apostolok történetéből egy mondat, az a megbánás, amelyet az isteni kegyelem munkál a szívben, bűnvallomásra vezet, és a bűn elhagyására. Megint feljön a kérdés, van nekünk is valamit tennivalónk? Vagy kötelességünk? A Jézushoz vezető útban olvasom. Amit meg kell értened, az akarat, tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Minden az akarat helyes tevékenységétől függ. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt is uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Rajtunk múlik. Átadjuk-e akaratunkat Istennek? Elfogadjuk-e őt? Ha akaratodat alárendeled, itt a feltétel. De elég sokat hallom, hogy hiszek, hiszek, hiszek. Én hiszek. De elég csak hinni? A hit gyümölcse az engedelmesség.
Ez az igazi próbakő. Ha Krisztusban maradunk, ha az Isten szeretete lakozik bennünk, akkor érzelmeink, gondolataink és tetteink összhangban lesznek Istennek az ő szent törvényében kifejezett akaratában. Isten gyermekeitől tetteket, nem pusztán szavakat vár el. János apostol írja, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ma időben, amikor hiszük, hogy Jézus második dicsőséges eljövetele közel van, mit vár el tőlünk az Úr? Milyen tetteket? 9. kötetben ez van írva. A menny angyalai régóta várják, hogy az emberi eszközök, a gyülekezet tagjai együtt működjenek velük. Rátok várnak. Nem nagy megtiszteltetés talán, ha együtt munkálkodhatunk vele? Jézus elhagyta mennyei otthonát, keresésünkre indult. Legyünk akkor bojtáraivá, kutassuk fel az elveszettet és a tévegőt. Életünkkel tanúsítsuk Isten gyöngédségét és sajnálkozását. Mit jelent ez? Le kell mondaniuk földi előnyökről és kényelemről, és legelső feladatuk legyen, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek az igazság ügyének előmozítására és elveszett lelkek megmentésére. Kedves hallgatóim! Milyen öröm megtapasztalni, hogy Istennek gondja van ránk. A Zsoltárok könyvében nagyon sok helyen olvashassuk. Áldjátok az Urat, dicsérjétek az Úr nevét, mert az ő neve dicső egyedül. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkre énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Van miért Isten dicsőítés legyen torkomban, és mindannyiunknak ad az Úr tapasztalatot, ha fogjuk a hozzánk lenyitott drága szent kezét. Ezért tanácsolva vagyunk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben. Ha a testvérek már azon a lelkölcsi színvonalon állnának, akkor bizonságot tennének hatalmáról, és akkor végtelen dicsőségét hirdetni. És akik ezt cselekszik, Isten áldását elnyerik. Még akkor is Isten dicsőítenék, ha ugyanazt a történetet többször elbeszélnénk. Fogékonyak vagyunk jósága és kegyelme iránt. Mit mond tovább? A Szentlélek eljövetele című könyvben. Gyertek, önmagunkról lemondva készítsük fel lelkünket a Szentlélek befogadására, hogy nagy munkát végezhessen értünk, hogy ne azt mondhassuk, nézd, mit teszek, mire vagyok képes, hanem azt, hogy lásd meg Isten jóságát és szeretetét. Ezek le tudtak mondani önmagukról, akik a Szentlélek által tudnak dolgozni és munkálkodni. Csak azok, akik naponta leülnek Isten lábaihoz tanulni, kérve a Szentlélek erejét, felvilágosítását, tanítását. Ezek lesznek azok, akik, mikor Jézus eljön, örömmel fogják mondani, imé a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és övendezünk az ő szabadításában. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy elmegyek és helyet készítek néktek. Pál apostol leírja emberileg. Hova juthatunk el, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, hogy Isten mit készített az őt szeretőknek. Kedves nézőim, kedves hallgatóim, ez csak rajtunk áll. Ne akarjuk elkerülni a göröngyöket, a próbákat, a nehézségeket. Ne nézzük azokat, akik gúnyolnak és megvetnek, hanem mindig Jézusra tekintsük, aki büntelenül tűrte mindazt, amit vele tettek. Mi érettünk. Csak rajtunk áll, hogy mi is ott lehessünk azon a csodálatos helyen. Mindannyiunkért ez az én imám, kérésem, hogy lehessünk együtt abban a csodálatos otthonban, amit Jézus készített az ő szeretőknek. Amen.